Nemesapáti Norbert visszavághat Erdei Zsolt egyetlen legyőzőjének. A hétfői reggeli startban bejelentett Nemesapáti Dzsenisz Gracsov meccset jövő év február 6-án rendezik. Madárt nem izgatja a revans. Hát, engem egyáltalán nem érdekel. Így reagált Erdei Zsolt arra a felvetésre, hogy Nemesapáti Norbert bosszút állhat egyetlen profi legyőzőjén, Dzsenisz Gracsovon. Tudjuk, hogy milyen körülmények voltak, nekem törött volt a bordám, én nem tudtam kihozni magamból maximum az 50%-ot, de ennek ellenére megvertem, mégse hoztak ki, és igazából a Gracsov csak azért lehet név, mert ugye annak idején elcsalták a mérkőzést, és tulajdonképpen ő győztesen hagyta el ellenem a szorítót. Nemesapáti február 6-án küzd majd meg Gracsovval, és közel sem esélytelen. A Gracsov én soha nem tartottam igazán jó boxolónak. Nagyon lassú, bunyós, ugyan bírja esetleg a füleseket, meg szívós gyerek, de szerintem a Norbi meg is verheti simán. A 20 éves magyar boxoló eddig 21 profi mérkőzést vívott, de nem biztos, hogy előnyös ez a magas szám ilyen fiatalon. Az én problémám az a Norbival, és ezt teljesen megmondom, akár neki is, akár a Tibinek is, hogy szerintem túl van hajszolva a gyerek, és félek, hogy ugyan nagy reménységnek indul, de túlságosan korán előtte a puskaport. Ez pedig nem egyszerű pótolni. Lehet, hogy egy kicsit egy-két lépést én most visszavennék az ő helyükbe, hiszen 20 évesen nem kell még a világot megváltani. Az ő súlyában elég lenne mondjuk egy 6-8 év múlva beérni és oda tenni magát a világ élvonalába. A Norbival rengeteget kesztyűztem, még annó segítette az én felkészülésemet is, és én nagyon sokat láttam abban a srácban, most viszont azt látom, hogy kicsit úgy le van lassulva. Kicsit újra fel kell ébreszteni, egy kicsit újra motiválni kell, bele kell csípni a fenekébe. Egy olimpiai ciklus 4 esztendő.